Értéket kell teremteni, ezt vallja Balog Levente, aki sportoló szeretett volna lenni, majd vállalkozásba kezdett. Arra törekszik, hogy brandet építsen, a fiatalokkal szívesen foglalkozik, rendszeresen tart motivációs előadásokat az anyaország határain túl is. A vállalkozásból ki kell hozni a maximumot ahhoz, hogy fennmaradjon, fejlődjön, mondja Levente. Az első 10 évben mondhatjuk, hogy inkább menedzser voltam, hiszen az anyavállalatnak a sales marketing tevékenységét végeztem, és aztán 2003-ban léptem tulajdonképpen a vállalkozás talajára. A sikerhez vezető útnak a felépítése a legnehezebb. Ha valaki elér a csúcsra egyébként, akkor kiegyenesedik a vonal, azt tartani kell. Szerintem az már a könnyebb feladat. A magyarországi fiatalok bátrak, mernek vállalkozni, sok az egyedi ötlet. Az egyik kereskedelmi televízióban kezdő vállalkozók szerezhetnek befektetőt. Ez még inkább felbátorítja a jó ötlettel rendelkezőket, hogy tegyék meg az első lépést, vagy bővítsék a már meglévő vállalkozásukat. A Cápák között című műsor a vállalkozókat edukálja, és az embereket tanítja vállalkozni, meg az embereket tanítja meg arra, hogy megértsék, hogy ki is az a vállalkozó. A 90-es évek elején ez a vállalkozói szó, ez egy szitokszó volt, és most elértünk oda, most már 7 évad volt a Cápák közöttből, hogy szerintem egy hiánypótló műsor, és megtanítottuk az embereket arra, hogy a vállalkozó az egy nem egy rossz dolog, hanem a vállalkozó az egy valós személy, ki értéket teremt, értéket állít elő, és családoknak teremt munkahelyeket. A Siker története című előadást az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete szervezte az Educafé rendezvénysorozat keretében.